Üdvözlöm, kedves barátaim! Másodjára kezdek. Mikrofont nem kapcsoltam be előtte. És mindenkinek boldog karácsonyt kívánok. Azt szeretnék, hogy mindenki jó lelkes legyen, és gondoljon Jézusra, és legyen boldog, mint anyagi, ugyanakkor lelki is. És természetesen ma ez a téma lesz, hogy beszéljünk Jézusról, és egy kis rövid intro után egy pár gondolatot mesélek nektek. Hát az egyik lehetne egy kérdést feltenni, statisztikát végezni. Ti is írjátok kommentekbe a választ, hogy hányan, közben nézem a mikrofon, tegnap hány ember a tegnapi karácsonyi ünnepet sikerült összekapcsolni Jézus Krisztusával, az igazi eredeti jelentőségével. Mert ahogy ott emlékszünk, 2019 év ezelőtt megjelent, alászállt, megszületett Istennek a fia, aki komoly megoldást hozta az életünket, a szeretetet, és ami véget tesz minden szenvedésnek, betegségeknek, boldogtalanságoknak, minden. És ezért kialakult ez az ünnep, hogy emberek ünnepelték a boldogságot, az Isten irányi szeretetet, vége a bűnnek, és így tovább. De most megnézünk, vásárolnak emberek, nagy vásárrohamban vannak, ajándékokat esznek, isznak, de ember elfelejt. És lehet, hogy néhány fiatal nem is tudja, hogy mi az eredeti kapcsolata, vagy mi a tradíció igazából a karácsonynak. Ezért ez nagyon fontos, hogy ismerjünk el, hogyha nem volt, és meg kell össze kell kötni, mert ez az apropója az ünnepnek. Másképp. És lehet egymás mellett, nem baj, a jándék az és mások iránt is szeretett kifejezés, persze, de hogyha mi meditálunk Jézusra ezen a napon, vagy imádkozunk, vagy emlékszünk rá hálával, akkor mi fejlődünk lelkileg. Mert is most is próbáljuk meg pár dolgot megbeszélni. Jézus Krisztusnak volt kettő tulajdonsága. Ez a kettő tulajdonság, ami szentírásokat, védikus szentírásokban is van megerősítve, ami... Ó! Oh. Gyere! Nagyon jó, mert itt lehet látni pont nagyon szép kis... Én még nagyon makrantos. Aha. Nem szeret barátkozni, de már gyakorol. Nagyon jó néz ki. Nagyon jó. Jami. Köszönjük szépen. Pont az élőadásban vagyunk. Élőadás? Aha. Nagyon jó. Ökobio közlekedés Krisna-völgyben. És akkor kettő tulajdonság, ami védikus írások kiemelnek, hogy egy igazi szent ember, Vaisnava, ezzel a alaptudonosságokkal kell rendelkezzen, amelyikkel Jézus Krisztus 100%-ban rendelkezett. Ez a türelem és együttérzés. Titiksava és karunika. Amikor ő látta, hogy emberek nagyon szenvednek ebbe a világba, akkor nagyon boldogtalan volt. És ezért bevállalta mindenkinek a bűneit, hogy inkább ő vegye át, csak ne szenvedjenek a többiek. És ez nagyon jó. Ezért igazi követő, mert vannak olyan nem egy szeretett gondolatok néha, hogy igen, én csinálhatok minden, amit akarok, mert Jézus úgyis a bűneimet magára vette. De igazi Jézus követő, ő nem akarja látni, hogy Jézus érte szenvedjen, ezért ő nem bűnözik. Igen, a múlt bűneiket lehet, hogy felveszi, vagy magára veszi, de a Jézus, aki hálás Jézusnak, és aki szereti őt, az nem fog ezt csinálni, mert neki ugyanúgy fáj neki látni, hogy Jézus szenved, értem, miért kell szenvedni, értem.
Ez az egyik. A másik, hogy nekünk is kell egyik türelmes lenni másokkal, de ez csak akkor lehet, amikor minél nagyobb Isten irányi szeretet, annál természetesebb türelmes lenni. Mint Jézusnak ez a természetes volt. És együttérző, megint amit hozta nekünk Jézus. És ezek alaptulajdonságok, erre lehet építeni tovább kapcsolatot Istennel és a szeretet Istennel. Mert ha nincsen ez a kettő tulajdonság, türelem és együttérző, együttérző a másokkal. Ezért Jézus mondta, ne őj, mert ennek az alapja együttérzés. És az azt jelenti, ne őj embert, ne őj állatot, ne senkinek ne okozzál szenvedést. Magyarul vegetáriánus élet, ez volt a fő dolog, és ezért aki kezd Isten irányt menni, neki fontos, hogy ahogy lehet ellenőrizni, hogy fejlődök. Hát, hogyha érzem az, hogy most miért kell valakinek meghalni, ahhoz, hogy én most jó ebédeljek, vagy vacsorázzak. Igen, ez egy fontos pont, ezért ez a Vaisnavának, vagy egy lelki személynek a tulajdonsága együttérzés. És a másokik iránt, másoknak is kell segíteni, akár ételosztással, akár sok mindenféle képen lehet, de ez fontos. Ez alap arra, hogy elérünk Isten irányi szeretetet, mert az már nem olyan olcsó. Egy pár gondolat ezeken az ünnepeken, kedves barátaim, legyitek boldogunk, meditáljatok, vagy imádkozatok, vagy emlékezzetek Jézus Krisztusnak a jelentőségére, miért jött, mi a tanításai, és kövessünk is a tanításait. Nagyon szépen köszönöm a csatornára. Iratkozzatok fel, videót lájkoljátok, hopp, igen, és majd találkozunk, és akkor mindenkinek sok boldogságot kívánok, Hare Krishna!